Köszöntöm a Haladás VSA A Stúdió Nyíregyháza mérkőzést követő sajtótájékoztató vendégeit és a kedves nézőket. Nyíregyháza részéről Lovas Norbert vezetőedzőt, Krajnyák Zsolt játékos, valamint Huara Kálót a Haladás VSA mesterét és Hajmási Milánt. A párharc 8-1-es hazai győzelemmel zárult. Először Lovas Norbertet kérném, hogy mondja el a mérkőzéssel kapcsolatos gondolatait. De először is szeretnék gratulálni a Haladásnak, mert megérdemelten tartották itthon a 3 pontot. A játék összes elemében jobbak voltak, mint mi, ezt el kell ismerni. Mi egy csapatot próbálunk építeni, amiben reményeim szerint minél kevesebb, de ilyen eredmény is bele fog csúszni. Először voltunk itt Szombathelyen, voltak olyan tényezők, amit még a csapat nem bír el. Örülök, hogy egy gólt tudtunk szerezni, voltak helyzeteink, kapufáink, de összességében van még hova fejlődnünk. Csütörtökön újabb meccs vár ránk, arra próbálunk felkészülni, és sok sikert kívánok a Haladásnak a Bajnokok Ligájában. Köszönjük szépen, most pedig Huara Kálót szeretném megkérni, mondja el, miként látta a párharcot. Hát szeretnék gratulálni a csapatának, szerintem nagyon jól kezdtünk, és nagyon jól befejeztünk a helyzetek. Szerintem remélem, hogy ez lesz a jövő pénteken is, és igen, utána, amikor már volt, már sok gólal vezetünk, akkor próbáltunk egy picit játszani, de ott volt a fejünkben, hogy van sok előny, és szerintem ott nem voltunk nagyon agresszív a támadásban. De nagyon, nagyon örülök, nagyon elégedett vagyok, mert szerintem a végig mindenki, aki volt a pályán, próbál a legjobb csinálni, és nagyon, nagyon kell gratulálni a csapatamnak. Köszönöm, most pedig Krajnyák Zsolttal, a Nyíregyháza játékosával folytatjuk. Hogyan élted meg a pályán a találkozót? Igazából elég nehezen éltem meg a pályán. Az első fél időben úgy érzem, hogy nem sikerült átesni a holdponton, kudarcot vallottunk. A második fél időt azt már egy kicsit jobban értékelném, de van még hova fejlődnünk. Igazából ezt a meccset minél hamarabb jól lenne elfelejteni, és készülni a csütörtöki, úgymond megyei rangadóra, ami nagyon fontos mérkőzés lesz számunkra. Köszönöm. Végezetül pedig a 3 találatig jutó Hajmási Milánt kérdezném, hogy te milyennek láttad a teljesítményeteket a mai összecsapáson? Igen, ennek a mérkőzésnek úgy futottunk neki, hogy az elején szeretnénk eldönteni, minél több góllal szeretnénk zárni a meccs végén, amit az első fél időben sikerült is, szinte az összes helyzetünket sikerült kihasználni, ami azt mondom a jövőben nagyon jó, és szeretnénk ugyanebben a formában a pénteki mérkőzésre is nekifutni, hiszen egy nagy rangadó áll előttünk, hiszen jön az Aramis, aki még veretlen, és mindenképp szeretnénk itthon tartani a 3 pontot. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, jó utat nektek, jó pihenést, köszönjük a figyelmet!